Azt hiszem a legtöbb budaörsről elmondható, hogy úgy haladunk el nap mint nap bizonyos nevezetességek mellett, hogy azt se tudjuk, hogy tulajdonképpen mi történt abban az adott épületben vagy helyen. Azt hiszem, hogy így van az Ifjúság utca 40 szám alatt található háztömbnél is. Miről nevezetes ez a hely? Ez arról nevezetes, hogy itt lakott Kende Sándor, aki a Kludi körnek a megalapítója volt, és ma lenne 103 éves, és ennek örömére koszorúzást tartottunk most a Kludi kör mostani tagjai, és a volt szomszédok, és a város vezetése. Vittinkov Tamás is tiszteltetette az eseményen. Annak idején mi motiválta, hogy belépjen a Kende Sándor, illetve Kródi Győr a körbe? Annak idején Mónó Zsuzsi kikelet megkért, mint a Budaörsi Naplónak a munkatársát arra, hogy a könyvének tartsak egy bemutatót, és ezt az Ila kávéházba tettem meg, és felolvastam egy saját versemet is, és akkor a Kandzsa Józsi bácsi, aki az akkori titkár volt, azt mondta, hogy nem is volt ez rossz ez a vers, és érdemes lenne esetleg Kródi kör tagjaként folytatni tovább a tevékenységemet. Kende Sándor 21 éve halt meg, és a Kródi Gyula irodalmi körnek alapító tagja volt. És 42 évvel ezelőtt, 82-ben, Óbudán 13 író, költő és egy önkormányzati, akkor még hát egy fiatal hölgyel alakították, önkormányzati személlyel alakították meg a Kródi Gyula irodalmi kört. Úgy érzem, hogy ebben a körben csak jól érezheti magát az ember. Én ezt megtapasztaltam 1987-ben, amikor először hozott jobb sorsom ebbe a városba, ebbe az intézménybe, és a Kródi körbe is. Valahogy természetes volt az, hogy hivatali munkatársként fontos feladatomnak éreztem azoknak a civil szervezeteknek a támogatását, akik itt raktak fészket Budaörsön, és nagyon sok műfajt képviseltek, és az önkormányzat igyekezett mindig anyagilag, erkölcsileg is támogatni, megköszönve azt a tevékenységet, ami megvalósult. És Józsi barátom ebben azt hiszem, hogy szinte utánozhatatlan eredményeket ért el, nem csak könyvei által. Óvatos vagyok az 56. Hát az önmagában is azt hiszem, hogy tekintét, tiszteletet parancsol, de a többiek is, akik a Kródi kör tagjai. Én nagyon emlékszem a Kende Sándor fekete bőrkabátjára. Hány éve? 40 éve? 30 valahány éve. Valahogy egy csomó emlék az emberre ülepszik rá, rakódik, és ezzel él. És azt hiszem, hogy jó ezzel élni, ha ilyen emlékeket tudunk a szívünkben, a lelkünkben. Én azt kívánom, hogy a Kródi kör továbbra is aktívan tudjon működni, és a Budaörs remélem önkormányzati szinten is azt a segítséget nyújtja, amire a körnek szüksége van. 19 éve vagyok a Kródi Gyula irodalmi kör tagja, és Kende Sándornak nagy tisztelője vagyok. Sokszor álltam ott az emléktáblánál a ház előtt, és az embernek elszorul a szíve, ha belegondol abban, hogy tulajdonképpen ő alapító tag volt. És külön köszönöm Kanizsa Józsefnek, aki bennem látta meg a jövőt, úgy, mint titkár, majd később, mint elnök, és most újra 5 évre megválasztottak a Kródi Gyula irodalmi kör elnökének. Ez egy óriási felelősség, hiszen 300-an tartozunk a Kródi Gyula irodalmi körhöz. Ugye József Attila díjasok, Kossuth díjasok, annak idején ugye Csukás István, Baranyi Ferenc, Lator László, ugye Kanizsa József, Király Lajos, Pánti Anna,
és még lehetne sorolni a számtalan irodalomtörténészt, kiváló költőket, 30-40-50 kötetes költőket. A Krúdy Gyula iroda, amikor arra törekszik, hogy minden egyes szakrális helyre, különleges helyekre eljuthassunk, Mikszár Kálmánhoz, Petőfi Sándorhoz, József Attilához, és azokon a helyeken, ahol ők éltek, ott szavalunk, ott vannak az előadások, és egy-egy ilyen táborban általában 15-20 előadás van. Gondolkodni jó, embernek lenni még jobb. De hát kit képviselünk mi? A Krúdy Gyulát. És ki volt Krúdy Gyula? Azon kívül, hogy 190 cm magas, egy robosztus ember, hatalmas lélekkel, félelmetes tudással, valóban szép író volt, tehát őhozzá fel kell nőni. Most gondoljunk bele, hogy Krúdy Gyula, aki tulajdonképpen a házvezető nőtől született, ugye Csákányi Juliannától, amiért az édesapja kitagadta a családból a hölgyet, majd Krúdy, hát végül is visszakönyörögték a házhoz, és innétől kezdve 10 éven keresztül nem vette el Csákányi Juliannát a férje, hanem tulajdonképpen a 10. gyermek után. A család nem akarta főket, mert az édesapja, hogy Krúdy Gyulából író legyen, de hát hála jó Istennek, hogy makacs volt Csökönyös, és ő író lett. Igaz, hogy hatalmas botrányok között élte az életét, hiszen amikor tudjuk, a kocsis megérkezett, megkérdezte, Krúdy úr, hova megyünk? Haza, de nagy kerülő úton. És Krúdy Gyula, már eleve a fröccsöt is úgy nevezték el róla, hogy 1 liter bor, van 9 deci bor és 1 deci szóda. Tehát ez is jellemezte Krúdy Gyulát. Krúdy Gyula mondhatni azt, hogy minden nap az éjszakában töltötte a napjait. Megvoltak azok a helyek, hogy hol beszél politikáról, hol beszél a hölgyekről, és hol a barátokkal. Nagyon jó barátja volt Ady Endrének, hiszen Krúdy Gyula Ady Endréről is írt egy kiváló könyvet pont a belvárosi éjszakákról, hogy hol jártok ők. Hogyha elindulunk az Oktogontól a Deák tér fele, akkor bal oldalon megtaláljuk az írók boltját, ahova Nagy Lajos és József Attila járt, és régen szembe vele a 3 hollót, ami sajnos már nincs ott, de a hely ott van, ahova Krúdy Gyula is járt, illetve Ady Endre. Krúdy Gyula 90 regényt írt, több mint 2000 újságcikket és több mint 2000 novellát. Gondoljunk bele, egy ember, aki szinte soha nem alszik, hogy tudott ennyi művet elkészíteni. Volt egy újság, amit tulajdonképpen Krúdy Gyula és a felesége szerkesztett, de több mint 20 álnéven írt Krúdy Gyula, hát több okból. Egyszer azért, mert szerette a pénzt, de nem azért, mert nem érdekelte őt a pénzt, csak az éjszaka, ahol el lehetett költeni, és ahol meg tudta tanulni az élet valóságait, és úgy tudott írni olyan ízesen, akár az emberekről, akár az ételekről, akár a szerelmekről, ahogy ezt meg kellett írni. Már az is botrány volt, hogy 16 éves korában megismerkedett a Váradiné lányával, első pillantásra szerelem lett belőle, és mondjuk így, hogy az első találkozáskor már el is vitte magával a vonatállomásról az akkori szerelme, az édesanyja és az édesapja hozták vissza a vonatállomásról. Majd rövid időn belül, mivel a lány is beleszeretett Krúdyban, ezért a Margit szigetre beköltöztek, és tulajdonképpen elkezdtek együtt élni, majd elvette feleségül, és ugye az előző házasságában született Krúdy Gyula, Krúdy Ilona, Krúdy Mária, és a második házasságában Zsuzsától pedig született a Zsuzsa, akitől meg lehet tudni a levelezéseiből, hogy mekkora csibész volt Krúdy Gyula. Őszintén mondom, ő tényleg csak azért szerette a pénzt, mert akart adni az embereknek, és ahhoz élet kellett, életforma kellett, hogy tudjon adni. Sajnos
1878. október 21-én megszületett, mint már elmondtam, hogy hogy. 1933-ban halt meg, május 12-én, de akkor már előtte a feleségének volt egy kapcsolata egy mérnökkel, és a nagy nőimádó Krúdi Gyulának a felesége tulajdonképpen úgy, ahogy Krúdi Gyula félrelépett, ugyanúgy a felesége is megtette ezt, és abban a pillanatban, amikor Krúdi Gyula meghalt, a felesége nem volt ott, de erről sokáig nem beszéltek, és a későbbiekben derült erre fény, hogy tulajdonképpen ő nem volt ott. De ez nem kicsinyíti Zsuzsának a nagyságát, hiszen sok mindent együtt csináltak, és a lánya meg nagy rajongója volt az édesapjának. De azért sajnos volt egy olyan levél is Krúdi Máriától az előző házasságból, amikor Mária írta, hogy édesapa, te egy nagy író vagy, segíts nekünk. De hát az az igazság, hogy aki nem ismeri azt az életformát, hogy a Krúdi Gyula élt, ő valóban saját maga is bevallotta, hogy ő nem volt igazán egy jó édesapa. De végül is, amit itt hagyott, az mindent visz. Tehát eleve a műveknek a mennyisége, a 90 regény, a 2000-nél több ugye, újságcikk és novella, ez magáért beszél, hogy aki ennyit tud írni, ott nagyon sokat kell dolgozni, és nagyon sokat kell élni. Úgy halt meg, május 12-én hajnalban, hogy május 5-én már kapott egy levelet, hogy ki kell költözni neki az otthonából, mert semmit nem tudott fizetni. Magyarul úgy ment el Krúdi Gyula, hogy Magyarország egyik legszegényebb embereként, de a leggazdagabb embereként ment el, mint egy szellemi kultúra, mint egy szellemi ember, mint egy élő legenda őskövület, úgy hagyta itt az otthonát, és én úgy gondolom, hogy mi a nagyságát úgy szeretjük, a jóságát, a gyengeségét, hiszen minden művész szokatlan, furcsa ember, a művészek nem tudnak átlagosak lenni. Krúdi Gyula igazi nagy művész volt, olyan, aki felejthetetlen, és nekem minden felett áll, mint szép író. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek, és Isten nyugosztalja Kende Sándort. Két verset szeretnék mondani. A harangszó. Sárguló levelekkel lépkedek. A távolból egy harang szól. Könnyes lett a szemem. Vonz a régi ház. Gyermekkorom emlékeit újra élem. Magányos az este. Kopott házfalakra ráült már a csend. A homályban kedves arcok tűnnek fel. Hol vagytok, régi barátok? Szólítalak titeket, de csak a némaság felel. A halványfényben megpillantom házunkat, de ott már senki sem lakik. Kihalt már az utcánk. A távolból egy harang szól, a szívem elszorul, ha visszagondolok. Valamire mindig vártunk, sürgettük az időt. Álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk vissza. Kihalt már az utcánk. Itt a fák is másképp suttognak, itt a csend is fájdalmasabb. Házunkból eltűnt már a vidámság. Pókhálós képek néznek rám. Minden álmot s érzést küld nekem. Szótlanul roskadok az ágyra, ahol születtem. Anyám varrógépe nem zakatol többé. A kemence sem ontja a meleget. Kihalt már az utcánk. A
a távolból egy harang szól, a szívem elszorul, ha visszagondolok. Valamire mindig vártunk, sürgettük az időt. Álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk vissza. Időutazás. Kaptál egy esélyt az élettől. Mégis hurcolod a magányod. Mindenki órája másképp jár. A másodpercet nem viheted tovább. A bölcs döntés előtted áll. Jól gondold meg, nehogy elhibázd. A csoszogó siker nehezen jár, nyisd ki a szeretet kapuját, gondold, hogy nincs határ, tiéd az egész világ. Emberség járja át a bolygó minden zegzugát. Ha megérint az elmúlás, mit tennél, ha tudnád, az utad végén jársz? És még nincs kész a lélek vár. Szeretetet, pénzt kire hagynád, ha egy másik világ néz le rád? Az élet maga a csoda. Örülj hát a létnek. Téged pótolni nem lehet, újra meg nem születhetsz. Az életnél szebbet, jobbat még senki nem talált fel. És Kende Sándornak egy rövidet, haláltusa. Megfogant a jó és a rossz a földön. Civilizációs átok ül az élet mögött. Csak egy halottat kérdezhetnék az élet után, hogy segítségemre legyen a haláltusán, hogy megtudhassam, miért durvult el az élet a halálra várva. Nem elég a tudás, amit megszereztem, az életben maradásra. Kende Sándorról egy pár gondolatot mondok el. 1918-ban született Budapesten, május 27-én, és 92. november 16-án halt meg, és a november hónapot tartjuk mindig az emléktábla koszorúzás idejének, mindig november 3. hétfője. Legalábbis én így tudom, 36 kötete jelent meg, és könyvtáros volt, könyvtárvezető hosszú éveken keresztül, és főleg Pécs és Pécs környékén. Ide Budaörsre 82-ben költözött, és azóta a haláláig ugye itt élt. Én jó magam az Ifjúsági utca 40, ha jól emlékszem, a 3. emeleten lakott, és oda jártam hozzá megbeszélésekre. Sőt, nem csak én, hanem a Kródi Gyula Irodalmi Kör egyes tagjaival eljöttünk megbeszélni az irodalmi esteket, amelyeket itt Budaörsön tartottunk meg. És neki volt köszönhető, hogy több rendezvény volt a könyvtárban, nekem, jó magamnak pedig iskolákban rendhagyó irodalmi óra tartása. Itt az épületben pedig nagyon sok kiállítást nyithattam meg, és mindezt neki is köszönhetem. Egy budaörsi Kródi Gyula Irodalmi Kör tagjára is emlékezem,
Knáb Lászlóra. Ő 70 éves lenne. Az ő versét felolvasom, Knáb Lászlónak a versét. Együtt égnénk, fák jalánk az éjben, bűv körében értem, érzem, szinte éget, mégis mellyebb lépek, melegségre vágyom, lehet ez csak álom, égő karja körbefonna, tüzes ajka megcsókolna. Együtt élnénk így tovább, nem törődve mi vár ránk. Életem egy pillanat, s belőlem hamu marad. Megperzselt, ezt jól tudom, más lesz már a holnapom. Mégis égnék szerelemben, a tűzben is elveszejtve. Tokaj 2003. augusztus 10. Tehát még ez is, a 2003 is 20 év. Laci ilyen volt, 70 éves volt, és 20 éve nincs már közöttünk. De sokat tett ő is azért a Krúdi körért, és az itteni budaörsi kapcsolatokért. Úgyhogy őt is figyelmükbe ajánlom. Ebben az évben lenne 155 éves Sajó Sándor. 90 éve nincs közöttünk, ugyanabban az évben halt meg, mint Krúdi Gyula. De viszont, amiért én idehoztam, Kőbányán élt. Kőbánya Szent László gimnáziumnak volt az igazgatója majdnem 20 évig. És a Trianonnal kapcsolatban a Hazafias versei abban az időben letiltott versek voltak, sőt, a Kádár korszakban, Rákosi korszakban is. Én, mint utód, mégis figyelmükbe ajánlom Trianon költőjét, Sajó Sándort. Csak egy verszakkal, karácsonyi ének részlet. Ó, szállj le hozzánk, égi angyal! Ó, jöjj, jöjj kis Jézus, légy velünk, és igazságot hozz magaddal, és sok játékot hozz nekünk, mindent, mit vágyunk, mit álmodtunk, hoz hírt, amelynek hallatára itt minden szem fölragyoghat. Boldog karácsonyt valóra váltva, szegény busz árva magyaroknak. Én 64 éve vagyok az irodalmi pályán. Zalából származom, és Kőbányán élek, 47 éve már, Kőbánya diszpolgára vagyok, Kőbánya év embere is egyben. És hála Istennek erőm, egészségem még engedi, és már tervezem az újabb kötetem, tehát az 57-et. Hát után kellene érni az 59 a házassági évfordulóra, de remélem még ez is eljön, ugyanis gyermekversekkel is foglalkozom, gyermekmesékkel, és a felnőtt versek, és hát kritikákkal. Nagyon fiatal koromtól fogva foglalkozom könyvek kritikáinak megírásával. Azt is meg kellene jelentetnem, lehet, hogy még a 60. kötetbe ez is belefér. Bízom benne. Isten legyen velem. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból.
ebédem, búvacsorám, boldogtalan minden órám. Nézem a csillagos eget, sírok alatta eleget. Én Istenem, rendelj szállást, mert meguntam a járkálást. Ó, járkálást, ó, bujdosást, az idegen földön lakást. Budaörs az én városom. Budaörsnek mindig olyan jó lenni, szerető lelkek között boldogan élni, őseink hagyományát híven ápolni, úrnapi virágszőnyeget készíteni. A Magyar Obermergau helyszínén, a kőhegyünkön a passziót átélvén megérteni, mi az igaz hittel élni, családunkat, közösségünket szeretni. Új és újabb tradíció alakul ki, melyben ismét benne van immár mindenki, kicsik s nagyok tudják jó összetartani, egymásra szeretettel odafigyelni. Az árváknak segítőkezet nyújtani, szomorúakkal vigasztalást láttatni. A betegeknek támaszt, enyhülést adni, az elesetteket hagyni reménykedni. Ez az én Budaörsöm, szeretett város, minden örömöm forrása, éggel határos. Engedd, hogy értek tegyek, mint hős őseim, kik nemzetet találtak honunk földjein. És most egy másik versen beszéljen helyettem. A Sóhajók hídjánál. Szerelemről suttognak az égerfák, vigasztalják az égiek madarát. Útra kélnek fehér galambcsapatok, lelki békés boldogságot adjatok. Velencébe Szent Mártérre reppenek, veled, drágám, bondolába szökkenek. Sóhajók hídjánál maszkot ledobhatod, jó lett volna szeretni, gondolhatod. Jöhetnek az igazi arcvonások, amore miót zengnek gondolások. Velencébe nem jött el az angyal, Csontvári képéről ámul elszárnyal. Canale Grande nélküled szállok ki, kis gerlévé változva üzenem, mi lehettünk volna a legszebb jegyes pár, de többé nem találkozom veled már. Nem csokoltál meg egyik híd alatt sem, nem érted meg, mi is történt sohasem. Kétségbe vontad, mint Isten teremtett, elsirathatod az örök szerelmet. Tétova csend, létem sejem szálon függő, kapaszkodó. Már csendé szenderül a félhold, naplopó. Hozza álmaimat, reszketeg, üvöltő csend befonja testem, zuhan ég föld között. Hajnalodó könnyek, múló éjszakámon, a csatakos párnám vetkőzik magából. Hű csendem, vigaszom, mint kávémban a méz, boldogság szívemben, Isten velem van rég. Beszédes hajnalon tétován jár e csend, láty, halk, muzsikaszó, kell-e ennél már szebb? Új templomot látok, homály ablakából, megkaptam, mit kértem, a mindenhatótól. Most egy saját verset adok elő. Szívbe mártott tollak. Nem beszélnek a kövek. Elcsendesül a táj. Hangtalan a sikoly. Mélyen, legbelül fáj. Víz mellett is néha jelen van az aszály. Elapadnak a szavak, s néma marad a száj. Kérgestán a lélek átereszti a vizet. Hát nem tud magába szívni egy vízcseppnyi hitet. Eláraszt a szenny, a világ mindent elhitett. Ritka, hogy az ember életet Istennel vitet. Szívbe mártott tollak, kik írják versüket, keresik a fület, mely értő, s nem süket. Kívánják, mint a szavak, a megértésüket, és nem szégyellik bevallani saját kísértésüket. Hát szavaink ne legyenek egymáshoz nyersek. Hagyjuk, hogy szülessenek meg bennünk versek. Hiszen attól lesz boldogabb ez a világ, ha több benne a nyíló,
mint a hervadó virág. Ne féljünk megmutatni önmagunk. Engedjük látni, kik valójában vagyunk, s ne szégyeljük, hogy e való világ nekünk nem való, és hogy érték van bennünk, amely már kihaló. Nem lehet mindenki egyforma, de aki fogékony a jóra, ne lépjen süllyedő hajóra. Evezzünk bátran egy új tóra, bízzuk életünket a megújítóra. Nem feledvén a régit, lejjünk új szóra, és vigyázzunk közben a mellettünk úszóra. Ne figyeljünk a dühítő szavakra, találjunk rá egy üdítő patakra. Hallgassunk egy belső, tiszta hangra, a szeretetre építsünk, s ne a haragra. Úgy szép lesz majd az út is, csak figyeljünk a startra, és bölcsen érkezünk meg majd a túlsó partra. Most saját versemet mondom el. A tél zenéje. Még egy utolsó dobbanás, még egy utolsó lehelet, észrevétlen elszáll az ősz, s már tél lepi el szívemet. Színes takaróját fogva, lassan maga után húzza, fehér leplet hincét a tél, napsugár, csillogó bunda. Jégtündérek korcsolyája, befagyott ablakon serceg, télanyó már leskelődik, hideg kulcsjukakon csendben. Zenekarát fagykottából, karmesterként dirigálja, zsákjából jeges zúzmarás, csendszónát átvarázsolja. Messze a múlt, a ma szalad, őszülő éveket tompít, sok-sok megfáradt gondolat, emlékekre a tél gyógyír. Meleg szobában átölel régi karácsony illata, csonkig égő gyertyalángja, remegő fények csillaga. Nem soká advent és karácsony jön. Most egy ilyen verssel köszöntöm őket. Karácsonyi béke. Dombok hajlott havas vállán, fekete fenyő áll árván, hold ezüstjébe öltözködik, díszruhája leér a földige. Karácsonyi harangszó a falura, mintha csillaghavat szórna, s vidám gyermeksereg boldog arccal karácsonyi dalt énekelget. Száll az ének messze fenyőfáig, fenyőfa ága ritmikusan jár ing. Csend borul a falura, béke. Békesség bújt, bújt a szívekbe. Fényt várok, emberi simogatót, melengetőt, érezni akarom a Jézust, a közeledőt. Tudom, itt van e karácsonyi pára fényben, simogat, hogy tudjak élni új reményben. György Pál Katalin versét olvasom föl. Szeptemberi napfény. Ennyi most a világ. Napsütötte kert kopott, régi nyugágy, elsuhanó kacsák zaja, álmos, csendben a délután, nyugalom szigete. Budán. Titkos, halk, boldogság, úgy, ahogy ragyognak a rózsabokor levelei, az alázúdoló áradó fényben olykor vad ritmusát fülembe dobogja a szél. Keskeny Farkas Anikó, Krúdi Gyula irodalmi kör elnökségi tagja, aki nagyon sokat tesz a Krúdi Gyula irodalmi körért. Az ő két versét szeretném elmondani. Őriztem, hamut szór, meghaltál, szemed szikrájában kihunytál. Őriztem, hamut szór, vágyak tüze, fáj, szerelmes szíved bonyít, fű alatt szeret.
hű párnája az ölemben téged keres. Tücsök a bánatát hegedűjén sírja, lelkemet a szomorúság elhantolja. Holtomból nem térek vissza, Isten szeret. Reményem ott is pislákol, várnak engem. A másik vers, Keskeny Farkas Anikó, Isten napja. Hűvös az éj öle, ridegségbe vetköztet, nyitott szemmel megbámulom a semmiséget. Kopasz fágak nyújtózkodnak az árnyékon, belesnek hozzám, és unottan elfordulok. A filmes múlt kínoz, kikapcsolni nem tudom, harag bánat doromból előle futok. Kitéped lobogó szívemből a szívemet, lelkemből a mosolyom, ki hűjem menetelt. Toroklánc a nyakamban szorít, hogy meghalljak, hagyom. Kapaszkodik az életem végburka. Csukott szemmel látlak. Felköszönt a virradat. Isten napja melegít. A játéka szótlan. Ez kifejezetten Kródi Gyulának íródott egy levél. Véletlenül én írtam le. Kedves Gyulám, szólítlak így, hisz te Pesten és Budán fogalom vagy, s ha ritkán, de nappal járnál arra, mint egykor, hát látnád, hogy kis kocsmád már nincs, s a pejslit sem úgy készítik, kocsis sincs már, és a lányok, azok biza külhomba mentek, ott láthatod a bájok, s a nyújtott varázsok eredményét és a kitartottak bentliét. Most a filléres gondokkal küzd az író, ma nincs mecénás, mint akkor, vagy van, de nem nekünk. Mert dicshimnuszt zengni nem kenyerünk. A konflikt sem két ló, vagy egy húzza. Mercivel jős az utas nyúzza némelyik, s az is furcsa, hogy az óra, ami téged becsap, más mutat éjjel, és más van rajta, ha hajnal felé veszed az irányt haza. Kockás abrosz, teríték, már mindenhol van. De az, mit kértél, az nincs. Szakácsné sincs, sép van helyette. Aki egy tányért bepiszkol, ételnek nevezve, mert csak kis maszat, zsír nincs, mert az dagaszt, szinkavalkád, igen, az van, de íz, minek? A drága vendégúr, mint a köles, fizet. Van gyöngyöző bor, mindenféle, de a velős csont, vagy fehér kenyérbél, a húsleves tetején a zsírpacni tömegek, azt keresheted. Vigyáznak rá, ne terheld a belet, eszed, nem iszod el. Fizess, mehetsz. S ha pihenni akarsz térni hazafelé, a macskaköveket ne keresd az úton, vagy dalolni van kedved a bortól, mert a maligán megkívánja, csendben tegyed, mert az alvó népség feljelent, és nyakadon a csendrendelet. Otthon pedig nincs dunna, meg tolpárna, jó esetben paplan van, meg takaró, a párnát szivacs, tarkód nyomja az ágyrugó is. De a mámortól felejtheted, hogy holnap újra kezdheted.
Itt az idő, nyílj ki a világnak, te legszebb imbója a világnak. Ne tékozolj napfény szírmaitól, ne vedd el a csodát önmagadtól. Tárulkozz szét, mint egy sejemlepel, hajnal pírjában a harmat lepel. Illatot szárnyal a mezőn tova, immáron ne legyél tétova. Süssön belőled örök harmónia, nővé kell válnod ég és föld között, e két elem már megütközött, langyos eső elszadta a földet, kikelt a mag, elindult az élet. Ünnep közeledtén, csillagösvényen érkezem, átölel mindenható szeretetem. A kis Jézus megszületett, s elhozta az új életet. Bűneinkért ő szenvedett, a kereszten a megváltás megszületett. A gyermekek még látják a csodát, tanuljunk tőlük emberséget. Ünnep lassan közeledik, hozzon békét az emberek között.
nem egynapos boldogságot hitet, egész évben virágozzék a szeretet. Nem vagyunk mi szentek, de éljünk tisztán, amennyire lehet. Gyűlöletet mélybe vessük, jöjjön el a megálmodott jobb világ. Két verset hadd osszak meg önökkel. Magyar bőrben, sokrétű a magyar nyelvem, betűk özene folyik az ajkamra, gyökeret ver a hazaszeretet a szívemben. Magyarul gondolkodom és látok, magyarul tapintok, és a lábnyomom az anyaföldben süllyed el. Álmokat vetek, majd sikert arat kezem, magyar a lelkem, évszakok színes. Képzeletem ecsete jövőt fest. Cserélődik a ruhám, magyar bőrben jól érzem magam. Szívemben párologsz, anyám. Szemüregem dézsája könnyel teli. Rég összedőlt bennem egy világ. Csend kése a múltam kenyerét szeli. Tenyeremen nyíló idővirág. Itt hagytál a felnőtt kor küszöbén, de a holnap kulcsa nálad maradt. Tócsa vagyok a jelen kövén, emlékek súlya rám szakadt. Nélküled hervad a lelkem, heverek a napok rongyai közt. Mosoly tükrét évek óta keresem, szavaid vízesése már nem fürözt. Szívemben pálologsz, anyám, bennem ég a fájdalom rőzséje. Óvó sóhajod szőnyegét teríted alám, kezemben az ős rozdabarna fürdje. A Művész alázata című verset hoztam most a kedves hallgatóságnak. Azért is, mert amikor egy-egy szerepre készülünk, vagy egy szerepet megformálunk, akkor előtte egy hatalmas nagy lelki tusát vív az ember. Ennek a megfogalmazása a következő versem. A művész alázata. Lelkemet gazdagította, agyonfacsarta, könnyekbe áztatta, éjszakai óráimat megszépítette és feldúlta. Önmarcangoló út ez a megtisztuláshoz, művészi életutak ábrázolásához. Nagy árat kell érte fizetni, feláldozni mindent, mindent elveszítni. Élet, te kiapadhatatlan fájdalmak forrása, az érzelmek és a művészet összekapaszkodása, felemelő kell legyen a művész alázata, tűrése, kitartása, imádkozása, fanatikus gyakorlása, az élményekben feloldódás titokzatos varázsa. És mégis szorító, folytogató kínzás, hangtalan üvöltés, befelé patakzó néma könyhullatás, bús, keserves sírás. És mindezek ajándéka, a szent nagy érzések megtapasztalása, megfogalmazása és legjobb tudás szerint önzetlen átadása. Látom a felhők vonulását, darvak szárnycsapását, önfeláldozó tanárok kitartását, kard éleken táncoló fények csillogását, a lélek tisztulását. Szóban, képben, mozdulatban és zenében a művész élethivatása a lélek csókjának átadása. Kicsit visszatérek Rudi Gyulára, mert mindig csak olyan dolgokat beszélünk róla, amit mindenki tud. Azért el kell mondani, hogy Rudi Gyula nagyon szerette a kakasos házakat. Gondoljunk bele, hogy Pilisi Róza, aki író volt, költő volt, és mondhatom azt, hogy egy nagy tudású asszony volt, aki vezette ezt a házat a Magyar utca 20-ban, és grófok, különböző hercegek, nagy tudású írók, költők, különböző művészek jártak oda, és ezt elsősorban inkább egy ilyen művészeti szalonnak lehetett nevezni, ahol együtt gondolkodtak, együtt beszélgettek, és együtt veszekedtek. De nem máshol, mint az irodalom volt a fő téma. Ez egy nagy dolog volt. És még egy érdekes történetet szeretnék elmondani
Krúdi Gyuláról. Édesapja elég szigorú volt hozzá, és az egyik alkalommal édesapja nem volt otthon. És akkor Krúdi Gyula, ugye már akkor Budapesten élt, és hazalátogatott Nyíregyházára. És hát logikus, hogy a Pocsist felkérte, hogy hát induljanak el az éjszakában. El is indultak az éjszakába. Ettek, ittak, mulattak egészen hajnalig. Majd hajnalban hazatért Krúdi Gyula, a legendás író. Majd az édesanyja kérdezi, és hol vannak a lovak, amikkel elmentetek? Hát azokat ott hagytuk, mert nem tudtuk kifizetni a számlát. Egyből két pofon, jobbról, balról, és természetesen minden megy tovább az életben. Tehát tulajdonképpen ezek a színes történetek, ezek a különleges megtörtént események is segítettek ahhoz, hogy Krúdi Gyula nagyon ismert író lett. Hiszen ha kicsit visszamegyünk az időben Petőfi Sándorhoz, akkor Petőfi Sándor is olyan volt, mintha előre megírta volna az egész élettörténetét, hogy hogy kell lenni születésem után, mikor mit teszek majd, mert egyébként mindent leírt, hogy mikor, hol írta. A versének a nagy részét tudjuk, hogy hol írta. Szinte megírta a halálát, mindent előre, és mondhatjuk azt, hogy ő volt az egyik legnagyobb önmenedzser Magyarországon. És úgy, ahogy Krúdi Gyulát is, vagy 50 nyelvre lefordították, ugyanúgy Petőfit is, és Petőfi Sándornak Kínában több szobra van, mint Magyarországon. És Petőfi Sándor a világon az öt legnagyobb költő között tartják számon. Tehát nem Magyarországról, mondom, a világon. És Krúdi Gyula valóban azt a szépírást, ahogy ő ezt a szépírást mondjuk így, hogy befuttatta, hogy lehet bármilyen dologról úgy írni, hogy szépen megfogalmazni, gördülékenyen, érthetően, mert az intelligens ember milyen? Olyan, hogy úgy fogalmaz, hogy mindenki érti, hogy mit ír le. A nem okos ember az úgy fogalmaz, hogy csak ő érti, vagyis ő sem, de a Krúdi Gyula bármit írt, az minden hiteles volt. És nagyon tetszettek ezek az anekdóták, amikor ugye Krúdi Gyula megérkezett, és akkor ha ő megitta a maga fröccsét, vagy megette a maga kis ételét, addig a vonat azért tudott 10-15 percet, 20-at is várni, amíg Krúdi Gyula befejezte az étkezést vagy az ivást. Tehát itt is mutatkozik az, hogy Krúdi Gyulával egy légtérbe lenni, vele beszélgetni, az maga volt a mennyország. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sokkal tartozunk neki, hogy az ő nagyságához felnőni nem tudunk, de próbáljuk meg. A fontos az, hogy megyünk, csinálunk valamit, elmegyünk temetősétára, végigjárjuk a nagyokat, elviszünk magunkkal festményeket, elszavaljuk a verseiket a helyszíneken. Én azt gondolom, hogy az irodalom az egy makacs konokjószág, kérdőre van minden ellentmondást, mert aki a múltat nem ismeri, szóval nagyok nélkül, a múlt ismerete nélkül nem szabad beszélni nagyokról. A másik, a régi nagyok is azt mondták, hogy olvas sokat, és ha sokat olvasol, akkor állj neki verset írni. De még nem olvastál sokat, addig nem érdemes verset írni. De amikor én is most olvastam a 2000 oldalas József Attilról készült könyvet Szabolcsi Miklóstól, és mire a végére értem, újra el kell kezdeni, mert már az embernek a nagy része kimegy az agyból. Majd nekiálltam a Petőfi Sándornak, ugye, amit Hatvani Lajos írt, az akkori báró, aki egyébként irodalomtörténész volt és a Tudományos Akadémia tagja, ami közel 2000 oldal megint, de még csak két emberről beszéltünk, akkor itt vannak még a Babics, Adi, most nemrégen rájöttünk a Krúdi körrel, Adi házánál, fantasztikus érzés volt Adi házánál megállni, verseket mondani a Krúdi kör tagjaival együtt, és előadásokat tartani. Ott volt velünk a Petőfi kutató Székely Gábor, és fantasztikus napok voltak ezek. Én azt kívánom mindenkinek, akik itt vannak, hogy foglalkozzanak sokat az irodalommal, mert többet ér mindennél, többet ér a veszekedésnél, többet ér az irigykedésnél, gondolkodni jó, szeretni jó, embernek lenni jó.
József Attila azt írta, hogy nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet. És azt is írta, hogy miért legyek tisztességet? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. És Petőfi úgy fogalmazott, hogy az ember miért a szépet látja, miért nem a jót. És akkor megfordítom, tehát az ember miért a szépet látja, még egyszer mondom, és miért nem a jót, mert ugye a szépség elmúlik. Tehát így most magamra nézek, megpillantom magam a tükörben, és láttam, hogy mivé lettem. És a jóság, az emberség, az nem múlik el a ráncokkal, nem múlik el az őszhajjal, a kopaszodással, tehát a tudás az az emberbe gyökeret ver. És ezért érdemes élni. Én, mint többszörös olimpikon és grappling világbajnok, merem mondani, hogy a test és a lélek harmóniája, ez az aranyút. Ezt nem én találtam ki, hanem nálam sokkal nagyobbak, akik ezt meglátták, hogy a testnek a harmóniájához hozzátartozik a lélek, és fordítva is. Így érdemes élni. Mindazok emlékére, akiknek szellemét most itt együtt megidéztük, és akik előtt tisztelegtünk, hangozzék el most Wolf Ave Mariája. Bíztam benned vándorlásomon, és te oltalom voltál. Nincs gyönge pillanat, mely téged megtagad, bennem szép szavad szól már. Megtaláltalak, én csak általad éltem. Száz úton indulhatnék, mint feléd vezet, el nem tévedek, érzem. Sokba elkerült, s néha teljesült álmom. Nézd, jöttem megköszönni boldog életem, hála énekem szálljon.